Nagyon sok szeretettel köszöntöm, Szlanka Zsolt vagyok. Sokan az autós iskolámról ismernek, sokat a Brexit-tel kapcsolatos híradásaimról, viszont most teljesen másról fog beszélni, olyasmiről, amiről azt gondolom, hogy nem szívesen beszélnek azok, akik árulják ezeket a termékeket, illetve akik ezzel foglalkoznak, mert hát nem egy szexi dolog elmondani azt, hogy azért ennek a történetnek vannak hátulütői is. Mégpedig a cryptocurrency-ről, digitális pénzről fogok beszélni, bitcoinról, ugyanis ugye a bitcoint teljes mértékig összemossák szinte sokan a cryptocurrency-vel. Az öltözékemről, hogy éppen kerékpározni indulok, és azt gondoltam, hogy miután a feleségemnek úgyis el kell mondanom ezt az egész történetet, ezért így fölveszem, és akkor megosztom önnel, és hát ha hasznos információknak lehet a gazdája. Bizonyára lesznek olyan családok, olyan kapcsolatok, olyan barátságok, bármik, ahol ez a pár perces videó némi feszültséget fog okozni, de előre is elnézést kérek, nem ez a célom, hanem az, hogy tényleg hasznos információkkal szolgáljak. Nem mondom azt, hogy én nagy szakértője lettem a dolognak, sőt, egyáltalán nem, inkább csak megosztom azt az információt, amiket a napokban hallottam, ugyanis engem is érdekelt a dolog, mondhatja azt a kedves hallgató, hogy honnan tudja ezt is a Zsolt, mindenhez ért, nem egyszerűen érdekel a dolog, gondoltam, hogy utána nézek, én is, mint befektető, tehát mondhatja azt más is, hogy tulajdonképpen én már kipróbáltam azt, amiről beszélek. A videó alatt a YouTube-on megosztom azt a linket, ahonnan én szereztem az információt, mégpedig a BBC Rádiónak a Moneybox műsorából, ahol 5 szakértő beszélt erről a dologról, tehát én azt gondolom, hogy teljesen függetlenül és szavahihetően osztják meg az információt, és én ezt megpróbálom összefoglalni röviden. Tehát én nem fogom elvenni azoktól a kenyeret, akik azt mondják, hogy igen, én vagyok a befektető tanácsadója, és én elmondok mindent. Nem, egyáltalán nem az a célom. Egy globális képet szeretnék arról adni, hogy tulajdonképpen mi a kockázata ennek az egésznek. Az, hogy miért investáljunk ebbe, azt majd el fogják mondani azok, akik úgy gondolják, hogy ebbe érdemes. Én pedig azt szeretném elmondani önnek, hogy milyen kockázatai vannak, mint ahogy mondtam, ezt nem nagyon szereti elmondani senki. 3 dologra szeretnék az elején mindenféleképpen kitérni, mégpedig arra, hogy nem legális, az államok nem támogatják, és nem szabályozott piacról van szó. Mind a 3-at nagyon-nagyon komolyan tudomásul kell vennünk, hogy gyakorlatilag semmiféle garanciánk nincsen, tehát nincsen az úgynevezett vásárlói garancia, hogyha bármi nem sikerülne a befektetésünkkel, akkor mi akár kompenzációt kaphatnánk, vagy bármiféle segítséghez fordulhatnánk. Tulajdonképpen a legfontosabb ebben az egészben, hogy olyan pénzünket, vagy annyi pénzt kockáztassunk, amit nem sajnálunk, hogy elbukunk, mert semmiféle garanciánk nincsen arra, sehova nem fordulhatunk, hogyha bármi történik. Tehát ha ellopják a pénzünket, eltűnik, vagy esetleg nagy haszonra tettünk szert, és szeretnénk azt kivenni, és nem tudjuk kivenni, nem fordulhatunk semmiféle segítséghez. Mint mondtam, nem legális dologról van szó, nem támogatott, tehát semmiféle úgynevezett customer's guarantee, tehát vásárlói garancia nincsen arra, hogy mi ezt a pénzünket valaha is viszont látjuk. Fontos volt számomra is, hogy tisztában legyek, hogy mi az a cryptocurrency, vagy bitcoin tulajdonképpen, és ezt az 5 szakember, aki erről beszélt a BBC rádióban, nagyon jól elmondták, és így most már én is tisztán látok. Tulajdonképpen nem más, mint egy számsor, egy algoritmus, tehát semmiféle materiális anyagi háttere nincsen, tehát ugye azért fontos, hogy a kormányoknak, ugye amikor a pénzt nyomtatják, akkor ugye van garancia mögötte általában, de ennek aztán semmiféle se arany, semmiféle háttere nincsen, tehát gyakorlatilag ez csak egy virtuális, digitális pénzeszköz, amivel mi tulajdonképpen játszogatunk, mint hogyha mondjuk a lottóval játszanánk, de az a különbség a lottó és e között, hogyha a lottón nyerünk, akkor biztos, hogy megkapjuk a pénzünket. Itt teljesen mindegy, hogy mekkora összegről van szó. Vannak, akik nagyon sok milliót csináltak, vannak, akik nagyon sok 10 milliót fontokról beszélünk, elvesztettek 24 óra alatt, sehova nem mehetünk, még akkor se, hogyha azt látjuk, hogy profitunk van és nyertünk ezen az egész történeten, és szeretnénk kivenni, nem biztos, hogy ki tudjuk venni, ugyanis ezek a cégek egyik pillanatra a másikra eltűnhetnek, mert semmiféle garanciánk nincsen rá, hogy ezek tulajdonképpen legálisan működnek, és nekünk majd oda fogják adni a pénzünket. 2009-ben egy japán úriember alakította ezt az egészet egyébként, és hát azóta működik ez a digitális pénzeszköz, amit nem egy coin, tehát nem egy bitcoint kell vásárolnunk, hanem vásárolhatunk tört részecskéket is belőle, attól függ, hogy mennyi pénzünk van. Tehát ezt gyakorlatilag szeletelik egészen, ameddig csak lehet. Na most, ami nagyon fontos, hogy 2140-re várható, hogy eladják az összes bitcoin, tehát 2140-re várható, hogy adják az összes bitcoin, ami egyébként 21 millió darab. Tehát 21 millióra
csinálták meg ezt az egész tervet. Egészen biztos egyébként, hogy a jövő az ez. De én azt gondolom, hogy az lesz a jövő, hogyha majd az államok elkezdenek ezzel foglalkozni, mint például China. Kína. Egyébként Kínában már elkezdtek ezzel foglalkozni, tehát hogyha az állam mögé áll és ő garantálja, akkor ott van egy garancián, de egyébként a jelenlegiekkel, amit lehet a piacon venni, és ez nem csak bitcoin, hanem rengeteg digitális currency van, de a bitcoin ugye az, ami a legelterjedtebb, és ez alapján az emberek azt lehet mondani, hogy ezt az egyet tudják, és azt gondolják, hogy ez a egyetlen egy digitális currency, de rengeteg ilyen van, de egyik sem garantál. Nézzünk bele a statisztikákba egy kicsit, hogy mi is áll tulajdonképpen ez mögött, az egész mögött. Véletlenül egyébként a rádióban az egyik Birmingham professzor, aki ezt oktatja az egyetemen, beszél erről. Amikor elindultak ezek a cégek, 95%-a, és ez még ma is így van, 95%-a scam, money laundry, és mindenféle pénzügyi bűncselekménnyel foglalkozó cégről van szó. 95%, tehát el tudjuk képzelni azt, hogy micsoda kicsi az esélyünk arra, hogy olyan céggel találkozunk, aki garantálja nekünk azt, hogy amit mi oda befektetünk, azt vissza is fogjuk kapni. Nyilván a tanácsadók ezt nem fogják nekünk elmondani, mert nekik az a cég, hogy ők ezt eladják, majd aztán ők megkapják a jutalékot, de hogy ezért mi garanciát kapunk-e vagy sem, ez már őket nem érdekli, tehát ezért erről nem nagyon fog nekünk senki beszélni, hogy gyakorlatilag a pénzünket olyan helyre tesszük, ahol semmiféle garanciánk nincs, hogy valaha is viszont fogjuk látni. Beszéljünk a walletekről, illetve azokról a számlákról, ahol mi vezetjük ezeket a bitcoinjainkat, ahol gazdálkodunk velük, hogy ezekből, tehát a 100%-ból 20% gyakorlatilag teljesen normális és elfogadott módon feltörésre kerül, tehát 20%-át ellopják. Tehát feltörik a számlánkat és eltűnik a pénz. Megint csak mit történik? Nem mehetünk oda, mint ahogy a bankhoz, például, hogy azt mondjuk, hogy valaki levett a számlánkról pénzt, ugye a mai törvények szerint, akkor oda megyünk és azt mondjuk, hogy ez semmi közünk nincsen, mintán a bank gazdálkodik a mi pénzünkkel, a banknak ezt kötelessége nekünk visszafizetni. Semmiféle digitális currency, digitális pénz esetén ilyen nincsen, tehát ha valaki föltöri a mi számlánkat és eltűnik róla a pénz, sehova nem mehetünk. Tehát erre nagyon figyeljünk, és ugye ez 20%. A másik 20% pedig az, akiknek a pénze elveszik, vagy hát a bitcoinja elveszik, vagy hát a digitális coinja elveszik, ugyanis többféleképpen lehet ezt tárolni, aki ért hozzá, ez biztos mondja, és én ebben nem is szeretnék belemenni, lehet tárolnunk online, illetve lehet úgynevezett ilyen kis eszközökön tartanunk, mint a USB driverünk. Ugye ehhez jelszó kell, meg minden ilyen, tehát 20%-ának elveszítjük a jelszavát, nem jutunk hozzá, tehát gyakorlatilag 20% eltűnt az éterben, tehát soha nem jutunk hozzá az a pénzhez, és ugye maradt, tehát 2x20, ugye maradt ugye a 60%, hogy mi történik azzal a 60%-kal. Rendkívül érdekes, hogy a 60%-át az összes bitcoin eszköznek, pénznek és befektetésnek gyakorlatilag 6 ember irányítja. Korábban ez 3-4 évvel ezelőtt 4 ember volt, ma már 6 ember van, akiknek 100 000-es, illetve milliós nagyságokban van bitcoinjuk, tehát el lehet képzelni azt, hogyha azt beszorozzuk a jelenlegi árfolyammal, hogy akkor mennyi pénzről beszélünk, tehát ők generálják, hogy az árak fölmenjenek, lemenjenek. Teljesen mindegy, hogy itt beszélünk Chinese New Year-ről, vagy bármiféle olyan esetről, vagy gazdasági társadalmi helyzetről, semmi köze nincsen hozzá, ez a 6 ember csinálja ezt az egészet a digitális currency-ben. Tehát nyilván nekik most az a céljuk, ugye mostanában volt az, hogy a bitcoin óriási magasságokig ment, nyilván nekik az a céljuk, hogy amilyen magasra csak lehet, fölverjék az árát. Na most mi történhet, és erre nagyon fel kell készülnünk, hogyha ez a 6 ember azt mondja, mert ugye 2140 mire eladják ezt az összeset, de hogyha ez a 6 ember azt mondja, ez idő előtt bármikor, hogy ő neki most már ebből elég sok pénze lett, eltűnik, bezár minden, gyakorlatilag senki sehova nem mehet, semmiféle kártérítésért, semmiféle pénzért nem folyamodhat, hogy ő bizony ennyit és ennyit veszített, tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy ez a 6 ember azt csinál ezzel az egésszel, amit akar, tehát nincsen mögött, amit mondtam az elején, állami garancia, és nincsen szabályozás, hogy mit csinálhatnak, és mit nem, és illegálisan csinálják ezt. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, tehát óriási nagy a kockázat. Sokan foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy vajon kell adót fizetnünk az itt szerzett nyereségért. Ezt én azt gondolom, hogy megint jobb, hogyha a pénzügyi szakemberrel beszéljük meg, és én ebbe semmiféleképpen nem szeretnék belemenni, mint ahogy mondtam, nem érzem magam szakértőnek, tehát ezért nem is mondom azt, hogy vegyünk, vagy ne vegyünk ilyen digitális pénzeszközt. Én csak azt szeretem volna elmondani, hogy milyen kockázatai vannak, mert erről bizony nem nagyon mondanak nekünk semmit azok, akik nagyon nagy lelkesen azt mondják, hogy igen, ebbe kell fektetnünk, mert ez a jövő. Nos, még mielőtt elköszönök, hogy egy jót biciklizek, mindenkinek jó gondolkodást kívánok, jó beszélgetést, és még egyszer csak annyi az én tanácsom, mint az üzleti világban is, hogy csak annyi pénzt kockáztassunk, amennyit nem a családtól veszünk el,
amennyit nem sajnálunk, hogyha elbukunk. Egyetlen egy különbség van, ami jelentős különbség ugye az üzleti kockázatvállalás és mondjuk egy ilyen típusú kockázatvállalás között, hogy az üzleti vállalkozásnál úgynevezett kalkulált kockázatot vállalunk, tehát körülbelül azért ki tudjuk számolni, előre tudjuk vetíteni, hogy milyen esélyünk vannak, hogy ebből a pénzből esetleg valami kijöjjön. Ebben az esetben, tehát a digitális currency-nél, bitcoinnál és a többieknél semmiféle előrevetített kockázatelemzést nem tudunk csinálni, tehát gondoljunk arra, ha csinálunk bele egy kis pénzt, örüljünk neki, ha nem, akkor nem. Nyilván érdekelheti önt, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak. Szerencsére mondhatom azt, hogy egy pár 100 fontot sikerült belőle csinálni, amiből mondjuk majd esetleg egy nyaralás lesz, vagy egy komolyabb kerékpárt lehet belőle vásárolni, de semmiféleképpen nem gondolom, hogy ez majd a nyugdíjazásomhoz, vagy a családnak a jövőjéhez jelentősen hozzá fog járulni. Annál is inkább, mert hát megmondom őszintén, hogy volt egy jó 2 hét körülbelül, mire hozzájutottam a pénzhez, és ez a Coinbase nevű oldal volt, ami a BBC beszél velük, tehát ebben a műsorban a BBC beszél velük, tehát az egyik legnagyobb oldal, és ott is körülbelül 2 hét volt, mire sikerült hozzájutni a pénzhez. Nem mondom azt, hogy egy kellemes időszak volt, és én azt gondolom, hogy ha egy kisebb helyről van szó, kisebb weboldalról, aki kereskedik ezzel, ott még izgalmasabb lehet a történet, gondolját ön is, és hát döntsön annak megfelelően, és hát sok sikert kívánok, akár így, akár úgy megyünk ebbe az irányba. Mondom, a videónak nem az a cél, hogy azt mondjam, hogy befektessünk, ne fektessünk be, hanem mindenki tudja azt, hogy milyen kockázattal számolhat jelenleg. Mert ugye most vagyunk 2021. januárjában, ez előfordulhat, hogy változik, tehát lehet, hogyha ön ezt a filmet megnézi egy fél év múlva, egy év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva, teljesen más képet fogunk kapni. De jelenleg ez a helyzet, tehát gyakorlatilag ugye az Egyesült Királyságban is felhívják már a médiákban is a figyelmet az embereknek, hogy minden pénzüket elveszthetnek, amit egy digitális currency-be, bitcoinba vagy bármilyen fektetnek. Minden jót kívánok, én már is elmentem biciklizni, találkozunk hamarosan, akár a Strávan is lehet követni, vagy a Facebookon, ugye mindenhol ott vagyunk, úgyhogy folyamatosan állunk autós kérdésekben is rendelkezésre, követjük a Brexitet is, ugye az már megtörtént, de azért vannak változások, tehát mindenkit szeretettel várunk, aki úgy gondolja, hogy feliratkozik a YouTube csatornánkra vagy a Facebookon. Próbálok olyan dolgokkal is foglalkozni a jövőben, ami érintheti a mindennapjainkat, mint például ez is, mert tudom, hogy nagyon sokan foglalkoznak vele. Tehát nem csak Brexit, nem csak autós iskola, hanem olyasmi, ami érdekes lehet. Ezért, hogyha esetleg van önnek javaslata, örömmel vesszük, és akkor az asszisztensemmel megbeszéljük Mónikával, hogy készítsünk el róla egy kis filmet, vagy írjunk róla esetleg valamit. Minden jót kívánok, jó egészséget, és akkor tartsuk távol magunkat a vírustól. Baráti üdvözlete, Zsolt!